hogy latin, 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 ez csak egy poén, mert az első volt latin, mi legyen a második, latin, latin, mi legyen a harmadik, latin, latin, latin. Tulajdonképpen ez a három anyagunk az eddig is úgy épült, mindig egy kicsit alakult. Az első lemezünk az csak egy teljesen ad hoc, éppen amiket akkoriban játszottunk, azt vettük fel. És a másodiknál már egy komolyabb munka előzte meg a megjelenését. A harmadiknál még komolyabb munka. Közben volt egy Mendelssohnos lemezünk, a Mendelssohn kamarazenekar, a Bonosokkal egy élő lemez volt. És most, amire készülünk, hogy a következő lemez, az pedig egy érdekes szisztéma lesz, úgy néz ki, hogy két külön lemezt csinálunk, ami mégis egy. Tehát a Tibusz is csinál külön egy lemezt, vagy CD-t, meg én is csinálok egy külön egy CD-t, és marad ugyanez a latin vonal, csak teszünk vele érdekességeket, más hangszereket esetleg, például szóló hegedűt, vagy a Tibusz lehet, hogy kamara zenekart. Szóval mindig valamit variálunk rajta, de maga a dallamvilág szerintem, mert ez nagyon fontos, hogy ezt szeretik, hogy van benne melódia, van benne ritmus, van benne minden. Ez marad. Ez egy abszolút szépen látható ív, amit tettünk az első, a második, és az azt követő harmadik egy teljesen más koncepció alapján született az elsőhöz képest. Az első egy reflexzerű improvizáció volt, a másik már egy valami fajta tudatos felkészülés, a harmadik az pedig már egészen koncepciózus, hát főleg a hangszerelések, és az, hogy a Totyesz minden esetben ragaszkodik a latin gondolkodáshoz, én pedig mindig cselezek valamilyen irányba, valamit summantok, hogy egy kicsi ez, egy kicsi az valahogy belekerüljön, és a jelenlegi koncertanyagunknak az egyik jelentős része egyébként ez a legeslegújabb lemez, pontosabban ez a lemez. Tulajdonképpen a volt dolgokról az ember nehezen beszél, mert azt az ember egyszer elkészít és elereszti, az onnantól kezdve már sok köze nincs hozzá, a kedves közönség, és én úgy hívom, hogy a zsűri véleménye a döntő. Az új pedig, ami tavaly sajnos mindenféle hülye életbeli problémák miatt elmaradt, az idén valósul meg. Az pedig ennek a koncepciónak úgy gondolom a folytatása. Most pedig aztán szét is válasszuk a dolgokat olyan formában, hogy de hát én sok zenekarban játszottam már, és amikor elkezdjük a rókáról lehúzni a bőröket, akkor egyre vékonyabb és egyre büdösebb bőrök jönnek lelőle. Én úgy gondolom, hogy mindig érdemes újat kísérletezni, újat próbálni, és hogyha valami bejön, akkor azt még lehet tovább vinni. És most ez egy ilyen történet lesz a következő, amit hát most nyáron veszünk föl, és majd valószínűleg ősszel megindítunk. Latin című lemez a ti 2000 óta tényleges adott kapcsolatotoknak egy már-már kiforró anyaga, eredménye lett? Vagy ez egy erős túlzás? A koncertet, aki megnézi, az abszolút ezt érzi belőle, mert már itt olyan szintre fejlesztettük, most itt nem a művészeti magaslatokról beszélek, hanem a kettőnk közötti kommunikációt és a kettőnk közötti bensőséges viszont olyan szintre fejlesztettük, hogy
ilyen teljesen folyamatos improvizálásnak vagy repülésnek tűnik ez az egész, és közben nagyon átgondolt és szerkesztett, és ilyen rafináltan elhelyezett kis apró kis villanások, amit aztán összeköt egy kis szabad rész, aztán megint jön egy kis kötött rész, megint egy kis szabad rész, és hogyha ezt elég ügyesen csináljuk, akkor ez egy nagyon-nagyon folyamatos évet ad.